another visitor. Stay a while. Stay forever. Nos tehát, az egész Hóbelevant úgy kezdődött, hogy kezdett ilyen késztetésem lenni, hogy kipróbáljam a Breath of the Wild-ot, ugye az is egy ilyen nyitott világos kis játékcumó, de játékos havereim Nari meg Amadeus főleg, bár Arkannak is volt hozzá köze, rádomáltak, hogy nézzem meg Discord streamen, hogy ők játszanak ezzel a kis játékkal, Genshin Impact. Ez egy ingyenes játék, elvileg Epic is hirdeti, de hogyha rákeresnek arra Google-ben, hogy Genshin Impact Download, akkor ott meg fogjátok találni az oldalt, onnan le lehet tölteni, 5,5 giga, nekem 5 óra alatt jött le, amíg szunyáltam. Ami valójában 47 GB letöltés és 47 GB install direktori méret. 2015-ös videokártyával megáldva, amilyen gépem nekem most van, azon fut így. Annyira nem borzasztó, a cutscene-ben akkor volt egy kis akadás, amikor, jó, van nem izgalmas, amit mondok, amikor fel is vettem, tehát egyébként nem akad nekem a játék, és tényleg egész pici akadás volt, annyi, hogy ki kellett lőnöm a böngészőmet Facebooktal, meg mindenestül, és így aránynak sima. Szóval ő a főhősünk, kellemesen lustra kis csávó, aki a tesójával együtt rótta a világegyetemet dimenzióról dimenzióról utazva a párhuzamos univerzumok között. A játék elejét most nem vettem föl, mert azt nyilván rengeteg videós megcsinálta már, hogy lássátok. Szóval ő a karakter, van egy lántestvére, kettőjük között tudok választani. Én a srácot választottam, mert mégis az ilyen nagy darab borostás csávók, mint hát ez mondjuk éppen nem, de azok inkább szimpatikusabbak, különösen vörös hajjal, barkóval, meg minden ilyet oldalszakállal, mindenféle ilyen cuccal ellátva. Itt most ez a karakter jutott, és nagyon érdekes párhuzamokat találtam benne az Elden Ringgel. Azt tudom még mondani, hogy a gomb kezelése az nem bonyolult. 2 egérgombra átraktam a kicsi és a nagy mágikus támadás, balklik nyomva tartva a hosszabb, meg röviden a 2 erős, meg gyenge támadás. És én itt most egy kicsit ezt is megnövelem, már lehet, hogy inkább az egeremen kéne átállítani a dolgot. Ezt meg lejjebb vettem, ez a célzás közbeni cuccos, így mindjárt meglátjuk, hogy így mennyire zavaró a körülnézés. Ez talán egy kicsit erős, így, csak hogy lássátok, hogy azért az opciókkal is szűttyögök, nem vesztettem el ezt a csodás képességemet, még beállítottam egy pár dolgot, hogy ne autoplayezzen, meg a minimap az mindig arra álljon, ott a bal felső sorokban, amit szeretném, amerre állok, és nem pedig arra, hogy mindig észak felé legyen. Most ott ki akarok lokkolni egy helyet, azok a gyűrűk, azok marhára nem érdekelnek. No, tehát az irányítás aránylag egyszerű, nagyon érdekes koncepciója van a dolognak, minden karakternek ugye van egy erős, egy gyenge képessége, meg a passzívok, amik mindig érvényesek, és hát ugye erős mágikus támadás, gyenge mágikus támadás, most az erős, ami ott, azt így nem lőném el, azért mondjuk föl is veszem, amit kibányáztam, szerintem az előnyös dolog. Na, mában elfelejtettem, látjátok ezt a kis csillag-csillogást? Arra nagyon fontos odafigyelni, mert az azt jelzi, hogy ott van valami érdekes cugó. Ja jó, vissza kell mennem a katedrálisba, na majd a hazafele úton látni fogtok egy pár dolgot. Tehát karakterenként 2 aktív mágikus képesség, gyenge támadás, erős támadás, ő Energy-nek hívja azt a csíkot, ami ott a karaktertől jobbra látszik, erős támadás vesz le belőle, meg talán a mágikus, bár annak inkább cooldownja van ott lent, és ugye tudtok vitorlázni, az ugrásgomb még egyszer megnyomásával beaktiváljátok, az ugrásgomb újbóli megnyomásával pedig aktiváljátok ezt a sikló ernyőt, ami itt van a hátunkon, a sikló szárnyakat. Aztán mindjárt elkezdtem viszonyítani szépen a... Ja, meg hát mászt is tudunk, tehát elég jó a mozgásképesség, nyomjátok neki a falnak, és akkor szépen automatán fölmászik rá. A világ uralomra, átvételére törekszek azzal, hogy rengeteg toboz gyűjtök, azt ugyanis még nem találtam meg, hogy milyen recept van hozzá, bazi nagy az inventory. Próbálok ilyen általános... Te meg... A bügyő vagy. Ezzel lehet ugróbaszt csinálni, hogy ebből megtalálok 3-at. A harmadik, ja itt van. És ahol a harmadikat felszedem, ott lesz egy ilyen updraft. És ugrás, még egy ugrás, az fölnyom ilyen magasra, és már sikolhatok is, hát nem gyönyörű? Nem. de mindegy, nekem tetszik, az a lényeg. Menet közben rengeteg, irgalmatlanul sok, borzasztóan rengeteg, mocsok-sok dolgot találhat az ember útközben, ott például főzni tudok kajákat, ami tetszik, hitpont regeneráció nincs, alapba kajával tudjátok erre hozni az útközben található viszeket és baszokat, azért érdemes fölvenni. Ja, és a jobb gomb az csinál egy ilyen doncsot abba az irányba, amerre nézel, ugye Elden Ring, Souls-like, és hogyha hosszan nyomva tartjátok, akkor elkezd sietni a kis űrge, amíg az irány nyomva tartjátok, fogy az energia és abból utazik. Középső gomb, az pedig megmondja, hogy a tárgyakban milyen element van, ugye tűz, víz, föld, levegő a szokásos, a keleti az behozza a fémet, meg ilyesmiket. Ja, a főzésben még megpróbálom nektek azt megmutatni, hogy amiből nem főzött az ember eleget, ebből főztem. Autókukat csak akkor jön, hogyha X cuccot lefőzöl, ami úgy néz ki, hogy ezt a stop gombot ott kell megnyomni, akkor perfect lesz, figyelni kell, hogy amilyen kaját csináltál, utána automatán olyanokat tudsz már csak csinálni, úgyhogy érdemes tökéletességre törekedni. A világ se kutya. Valahol itt dobott partra a víz ezen a részen, innen cummogtam el először a városba, aztán a városba rossz időt csinált egy sárkány, megdádáztuk egy picikét, utána a sárkánynak a három templomátja, és nem is erre akartam menni, hanem erre. A sárkánynak a három templomát, nem, bocsánat, a szélnek a három templomát felszabadítottuk a gonosz influence alól. Sólyom kapu, ez nem tudom mi a répa. Ide szépen el fogok gyökülni. Lép ki, Józsi. Oda megyünk, oda, arra a helyre. Még jó, hogy onnan föntről lejöttem, mert most mehetek vissza. Mert ezt mind csak értetek tettem. Szóval úgy néz ki, hogy amikor megérkeztünk erre a világra utunk során, ugye a dimenzió utazgatás közben, akkor tovább akartunk menni, de az utunkban már állt egy felnőttebb kinézetű, idézőjeles, Istennek nevezett dolog, lény valami, akármi, bármi, és oda kéne eljutni. Ezzel még lehet, hogy föl is tudok mászni. És... na, mász! Jó? Szóval csak kifelé hajlófalon is lehet mászni. És ez az űristen akármicsoda, ez ott állt egy ilyen szép ház struktúrán, az ott a város. Nem, oda kell mennem, jó, itt teszünk errefelé egy kanyar. No, és az Isten nőnek a kezéből, ja, alatta pedig ennek a struktúrának, amin ácsicsorgott, hát ott nem fogok fölmászni oda, jól van. Meggondoltam, mégsem megyünk be, furcsa hely ez. Hova kell, hogy fogok én ott felmászni tudni? Arról nem, ha csak hátul nincsen valami lapály. Elnézést, ja de... pont azért megyek oda, hogy kilokkoljam a térképet, úgyhogy ez eddig annyira nem volt nyerő. Na, ott mondjuk vezet fölfele egy út. Eséssebzés ugyanis van. Hát ez így nem volt biztonságos, így egyből elugrottam. Tárolókat valamikor szét lehet verni, valamikor át lehet kutatni. Olyankor hozzájut az ember egy kicsit több zöldséghez, meg egyébhez. A ládákat kinyitogatva lehet hozzájutni az igazi kincsféleségekhez, amit szerintem föl tudok kapaszkodni. Is lehet ugrani, hogyha unjátok a banánt meg a mászást. Most balra föl. Na és ez az istennő nem engedett minket ki ebből a világból, ahol éppen háború dúlt alul. Választani kellett, hogy melyik nővel vagy a férfival. Na, elkéstél öreg, már fölmásztam. Szerencsére a legtöbbit nem tud mászni. És itt lesz, itt, hurrá! Az istenő kezéből ilyen furcsa... hát te mi vagy? Ja, kismadár, le lehet mészárolni. The statue of the seven seems to be affected by a monster nearby. Defeating that monster might remove the strange wind current seal thingy around the statue of the seven. Úrá! Miért lenne egyszerű dolgom? Na mindegy, megpróbálom hátulról, felülről. Szóval ennek az istenőnek a kezéből kicsumászkodott egy ilyen zöld, nem, vörös kocka folyam, nagyon számítógépes grafikának tűnt. És hát ez a vörös kocka folyam így először a kis csajtesómat burkolta be, én ugye gyáva voltam és elmenekültem. Flaty. Jaj! Ez valami ellenség. Miféle ellenség? Azt hittem barát. A vihar szeme. Hagyjam. Az de kerget a vihar szeme. Ez túl gyors! Hakker, hagyjam. now. Hold on. But nem. Őt szeretném. Van egy ilyen kis csuki dikója, azt meg fogom odadobni, mert magára vonzza az agrót, hát a siker. Gyorsabb karakter, próbálgatok vele dodge-olni, de... Die! Fuck! 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 Lehet, hogy támadnom kéne és nem védekezni, nekem? Igen, annyira nem tudom, hogy mit lehet ellen csinálni, szerintem csak is a piros karakternek van esélye. Esetleg neki. Vagy ezzel talán, nézzük csak. Aha, jó. Nem szabad közel engedni, mert... Ó, oh, lepotyogtál, baby. Hurrá! Ó! Oh. Meh! Meh! Na mindegy, legalább a pajzsot felrakom. Szóval az érdekes dolog az az, hogy a karakterek között kell váltogatni. Szóval a karakterek között kell váltogatni, dinamikusan használva a képesség kombóikat. Csak én még csirke vagyok, meg papírkutya, meg nyúlhegér, és... Jaj, már megint. Ja, le tudtam lőni, oké. Okay. Hova lett Béla? Ja, ott van. Valami. De most tényleg hova lett a vihar szeme? Ah, visszament az eredeti helyre, szerintem. Öntől mindig max hátra visszamegy. Ja, túl messziről harcolok vele sajnos. Van, 5, engem. De majdnem leestem a szakadékba, szuper. Csodász. Áú. Repet sarkú mindened. Nem! Futsz! Oké. Jó, az ennyi volt. Jaj! Jaj! Oké. Hello! Anyád valagát! Ezzel nem tudom meglőni. Ne menj haza, mert ott felgyógyulsz, te nyomorult. De nem örülök neki. Lunch. Jó van, nagyon ver félig. Nem tudom, mivel kéne leverni. Na, a tűzeső. Ez azért hatott rá. Ketteske! Üföljük meg! Áú! Nem szép tőlem. Ezt nem szereti, jól van. Ez legalább autotarget. Na, pihenj el, kérlek, vigyél. Ez az. Oké. Oké. Na akkor most szépen megetettem őket, mert nincsen gyógyulás. Akármilyen jó kajákat főzök, eddig általában elégnek tűnt a körte. Később lesznek elvileg majd gyógyító varázslatok is. Na! Rá, végre beintegrálhatom a tornyot a hálózatba. Na, szóval ott tartottam, hogy beburkoltál ez a piros kocka folyam végül az én karakteremet is. Ennek köszönhetően aludt 500 évet. Oh yeah! Megvan a térkép. És ugye akkor tértem magamhoz a parton, és mentem el a városba. Kiderült, hogy ez a terület, ez a szélistennek van a befolyása alatt. Úgy. Nem worshipelem. Valami. Preparing Forcon, vagy igen, ő nincs ebben a partiban. Max 4 karakter lehet egyszerre. De tulajdonképpen mindegyik velünk van. Egyfolytában, és a beállított 4 között lehet váltogatni, bizonyos időközönként, ott láttátok, hogy van egy cooldown, majd be kell tanulnom, hogy milyen sorrendben vannak, mert nemrég változtattam meg. És hát vannak még furcsa játékmechanikák, kozmetikai tárgyakból kevés van, nehéz találni. Ja, és ezekhez a szobrokhoz, meg a kisebb teleport cuccokhoz egyértelmű oda lehet teleportálni. Hogyha meghal az ember, akkor azt hiszem a legközelebb ilyennél éled újra, de eddig még nem sikerült meghalnom nagyon. Mármint úgy, hogy mind a 4-en meghalunk. Ha meghal valaki így, és így játék közben akarod föléleszteni, akkor vannak olyan ételek, például borzasztó bonyolult rántotta. Kicsit gyógyítanak, de a döglött karaktert fölélesztik, tehát egyáltalán nem annyira vészes. Na ezen például fa van, jaj az anyád valagát. Hagyjatok meg, mert azt nem szeretitek. Ja. Bocsi, még egy... nyugi. Oké. Jó. Szóval kellemes interakciók vannak az elemek között, ezt például ugye tűzzel le tudom égetni róla, de ő csak akkor kap tüzes nyilat, hogy itt teljesen föltöltöm. Akkor szép nyugisan leég róla az a cucc, és kinyithatom. Yeah, és szedem fel a tárból. Még játékmechanikai téren maradva, hogyha bármiből ugyanolyat szedsz föl, az annyit tesz, hogy egyesülnek, vagy te tudod egyesíteni. Ugye, hogyha karakter van, akkor egyesülnek automatán, és megnő az erejük, hogyha te egyesíted, akkor is megnő az ereje annak a tárgynak, ami tök ugyanolyan volt, mint a másik, tehát így nem akkora szokás, hogyha netán valami random húzásból ugyanolyat szedsz. Mivel a játék ingyenes, ezért természetesen van neki fizetős része, mert miért lenne. A tutorial az aránylag jó, és irgalmatlanul sok menü van, amit látjátok, itt például jött valami mail. 10M global, blablabla, valami jó sokan vannak már a játékban. Oké, köszönöm szépen, felszettem a cuccost. A egyik célod az egyébként, hogy új karakterekkel barátkozz össze, és szerezd meg őket a partiba, hogy váltogathatós legyen. Hát itt látszik, hogy én kiket szereztem meg, őket, 4-üket, elektromos könyvtárosnő, hideghasználó, mutatom is, hideghasználó srác, fegyverhasználó földmágus, valamint a kis tűzmágus, mindegyiknek van élettörténete, össze lehet vele barátkozni, stb. És hát itt látjátok, hogy rengeteget lehet még gyűjteni saját magatok mellé. Ez a kis bügyőke, kis aranyos lebegő kis tüdérke, ez pedig amikor felébredtünk, akkor összeállt velünk, hogyha mindenkit azt kimentettem a vízből, hogy ne fulladjon meg, vagy valami hasonló. És azóta velünk van, és így segít. Érdekes, mert ő ténylegesen tud repülni, nem úgy, mint a többiek, és a köpenyében mozgó csillag konstellációk látszanak, valamint egy kicsit hasonlít arra az istennőre, aki bebörtözött minket. Úgyhogy mindenképpen gyanús. Oh, és most, hogy ne kelljen átúsznom azon a böcsmeg nagy folyón, miután persze, ja igen, lehet sétára állítani, illetve futásra, bal kontrollal, és a bal altal pedig előhozod a kúzort. Megnézheted, hogy milyen üzenetekkel próbál a játék buzerálni. Ki tudtam volna repülni a közepén, hát most már tudom. És általában mindenért kapsz egy kis jutalmat, itt is kaptam ilyen csodálatos kis csillagot. Úgyhogy nagyszerű az egész. Map. Oda kell mennem. Úgyhogy megszoktam, hogy a VASD-vel kell mozgatni a térképet a Elden Ringben, úgyhogy erről majd leszokok. Nagyon honorálja egyébként a játék a földerítést, a mindenhol való bekukkolást, tudjátok, hogy ilyen vagyok, úgyhogy ezt is mélyen, magasan tudom értékelni. Ki melyik jelzőt szereti abban az esetben, hogyha jót akarok mondani róla, és irgalmatlanul sok menüje van, mert így amit fejből tudok menük, ez itt a karakter menü, itt tudod megnézni a képességeit, akár nagyban is, adat, nagyon sok érdekes adat. Fegyver, minden karakter egyfajta fegyvertípust tud csak használni, a találtak közül lehet válogatni, nézegetni, hogy mi a jó. Ezek a böszörnyés csillagok, ezek azt jelentik, ha jól tudom, hogy átlagban milyen erős a cumó, és hogy mi az a maximum szint, amíg lehet az ő képességét növelni. És elvileg itt lehet őt állítgatni. A refine az az, amikor egy pont ugyanolyan fegyver, de tényleg mindenben megegyező fegyvert raksz hozzá, és azzal erősíted. Az Ascent pedig a szintjét növeli, ennek én szerintem már nem tudom, igen, valami 15-ös adventure rank kell hozzá, ez is nagyon érdekes. A aktuális logirodnak is van egy szintje, amit különböző dolgoknál vizsgál, illetve külön-külön a karaktereknek, meg a tárgyéknak is vannak szintjei, kettő nem ugyanaz, és ez a szint, ez az Adventure Rank, ami ugye az egész játékhoz kapcsolódik, ez határozza meg azt, hogy milyen erősek az ellenségek egybevéve, és hogy milyen erős luktokat dobnak. Úgyhogy van olyan stílus, aki például visszafogja ezt. Ó, és ennek is van sztoria. Églovas kard. Megpróbált repülni, de lepurcant, és ez elég szép versben van megírva. Úgyhogy a leírások minőségiek, könyveket is lehet találni, mint a Skyrimben, és el lehet őket olvasni, bár sokkal rövidebbek, de egy ilyen másfél-két képernyőnyi szöveggel megáldanak, és persze részék is vannak. A páncél ilyesmit furcsán van megoldva. Várjunk csak. Ennyire? Nem megyünk sehová, magyarázok. Tehát, itt lehet a kozmetikai cuccokat fölrakni, ezt a második siklószárnyat, ezt a nem tudom hány játékos van már a játékban, és mindenkinek elküldték ajándékba. A fegyvert azt mutattam. Na, ezekkel az artifektekkel van megoldva a páncélozás. Van a virág, ez általában életerőt ad, több HP-t vagy HP százalékot. De ez egy elég jó kis cucc, mert vannak ilyen mellé képességei. 5 ilyen különböző fajta tárgyad van, amit láthattad, itt 5 piszpasz van, itt is. Ha 2 egyforma típusú, amit a formája is jelöl az aktuális tárgynak, van itt, akkor kapsz egy póvert, és ha 4 egyforma típusú van, akkor megkapod mind a 2 póvert, amire föl van sorolva. Ez csak kategória típusonként változik, ez itt a utazó doktor, ez itt a szerencsés dög, ez itt a kalandozó, és így tovább, ezekből ugyanolyanokat vagy másokat pakoltok föl. A tollnak, annak nem tudom őszintén milyen hatásai vannak. Van még óra, van még serleg, és van még sapi. A sapinál általában érdemes kritikát választani, ezt mondták a többiek, de hát nem volt olyan sapi. A Constellation a szinted növelésével megszerezhető, állokkolható passzív, hogyha jól tudom. Aha, az egyik képességedet betápolja. Aha, egy mentőpals, hogyha alacsonyra megy. Az életerő, és így tovább. Oksaj. A talentek leírják az aktuális képességeit, ő például az egész partifutás képességét megbusztolja, nem csak saját magáét. Itt van a kartámadás, normális támadás, töltött támadás, illetve hogyha leesek a levegőből támadás. Ez az a kis hideg kúp, amit ő ki tud lőni, és ez pedig, amikor maga köré pakolja ezeket a cuccokat, és hidegsebzést kap, aki hozzájuk ér, ez egy ideig tart. És ez így minden karakternél le van írva a falkóne. Na most az én karakteremmel az volt a különlegesség, hogy ő ugye kimászott a parton, ott a térképen, észak-keleten, ahol mutattam, a vízből. Aztán, ahogy mentek, találtak egy ilyen istensszobrot, inkább be is hozom a térképet, hogy megmutassam. Ugye, amit az előbb állokkoltam itt, és amikor megérintettem, mivel ez a szél istenének a birodalma, Ezért hirtelen elkezdtem tudni csinálni a szélképességeket, és ez meglehetősen szokatlan ebbe a világba, mert ilyen nagyon-nagyon jó istenhívek szoktak ilyen látomást kapni, és akkor annak a segítségével tudják alkalmazni sokkal gyengébb verzióját az isten képességeinek. Amiért az istenke szimpatikus még nekem, az az, hogy meglehetősen lusta a híresztelések szerint, és hát én ezt nagyra becsülöm már csak vallásom okán is, mert ugye aki lustálkodik, az valamit jól csinált az életében, hogy képes rá, és nem pedig megdöglik mondjuk. Most itt szépen fölsétálok, és végre remélem... Ah, köszönöm, nem. Végre megkapom a nyomorult város környékén való siklás jogosítványomat, nem mint hogy eddig bármi problém lett volna belőle. Nem igazán siklottak utánam rendőrök, bizonyos lovagrend tagjai. Nem mondott, hogy most itt van az az ajtó, amit korábban nem tudtam kinyitni, velükről beszéltem, nem mondja komolyan. Ezért érdekes, hogy benne van a partiban, hát tudok akár ilyet is csinálni, ez egy kis inkonzisztencia, de nem nagy. És beszélgetésnél persze a terem. Na, végre hivatalosan is legálisan létezett, köszönöm. Na, nincsen meglepődve, természetes vagyok. Azért tökre erőlködtem. Tényleg ez volt a legrosszabb küldetés benne, amíg rá nem jöttem, hogy azokon a nyomorult karikákon nem kell mindegyiken átrepülni, hanem azok csak segítségnek vannak ott, és a olyan gyors, hogy mindig egyedül van ott fönn, csiklás közben unalmas. Nem akarok versenyezni, nem. Nem fog sikerülni. Nem akarok repülést gyakorolni, hagyjál! Ah, nagyon jó. Egy rendőr, aki csatlakozott hozzánk még az elején. Jó, nem fogok ebbe a versenybe részt venni, hogyha el tudom kerülni. Na, azt nyilván látjátok. Végre, nem kell ezzel többet törődnöm, hurrá. Ez speciál. Ja, épp mondani akartam, hogy nem adott semmi utalmat, erről behurcolta marha nagy időt. Ez nagyon idegesít, hogy nem tudok lemenni. Mindegy. Szóval azt nyilván látjátok, hogy az Elden Ringhez képest meglehetősen ellentétes a hangulata, bár állítólag vannak itt is sötét titkok, amit nem kétlek, de mégis a világ olyan kis optimista, cuki, a cukisága őszintén legyek egy kicsit zavar is, de marha érdekes világ. Hát úgy néz ki, hogy minden elemnek megvan az istene. Az elején nem volt túl nagy a térkép se, itt a haranzogás miatt fel is másztam a harangtoronyba. Valahol itt van a, ugye a levegő istenbirodalma, aki tök lusta, ő annyit csinált egyedül, és azt olvastam könyvekben, hogy szépen fogta ezt a területet, ami valami jég királyoknak a birodalmában volt, és jó időt csinált, így öszte le őket, bár csak minden háború így zajlana, hogy jó időt csinál az ellenség, és ezáltal győz. Volt egy karakter, azt hiszem a kis földes, buzogányos csajszi, akit innen szereztem meg. Hát ennek egy olyan módja van, hogy ilyeneket kell rá költeni. Ó, és most csak 8-ért megkapom. Akkor csinálunk egy 10-es húzást. Legalább látjátok, milyen az. Meteorokkal árasztom el a földet, így elhozva a végpusztulást, nem? Ez itt a nagyon mitikus. Itt lehet ilyen duplikátumokat szerezni. Ez ugye a varázslóknak való könyv. Na, ezek már egyesíthető fegyverek. Na, ilyet még eddig nem. Ez talán... Ilyet is azt hiszem, igen. Ó, kaptam egy karaktert! A gyógyító karaktert kaptam meg, a vízmágust! Kiváló! Második húzásból bejött, csak nem tudom ki legyen a partiba. Slingshot, bizonyára ilyen. 2 karaktert kaptam! Jóság, fognak irigyelni a többiek, bár nekik már van egy csomó. Fémes árnyék, flöty. Nagyszerű, köszönöm szépen! Csodálatos húzás volt, majd egyszer meg fogom nézni, és hogyha ilyet akartok csinálni, mi is ennek a neve? Intertwinet Fate. Eljöttök a shopba, persze, hogyha nem akartok pénzt költeni rá, és itt a harmadikon csináltok Intertwinet Fatét, ebből a baszból, tok-tok-tok, rendítsek, és majd amikor megint összegyűlik 10, akkor majd megint fogok vásárolni. Ez a 8-as, ez nem tudom miért, gondolom ritkán jelentkezek be, azért hajlandó megtenni. Illetve van még egy olyan hülye mechanika is, hogy itt van ez a bigyó, nekem maxos már még nem tudom költeni. De elvileg vannak olyan küldetések, ahol nem rendelkezel ezzel, akkor nem kapod meg a nagy jutalmat, tehát erre érdemes figyelni. Van még ugye a kis hátibütyő, ahol külön vannak a fegyverek, meg nem is tudom, hogy itt lehet őket erősíteni. De nem a level 20-es, de nem, itt csak nézegetni lehet őket. Ez talán egy pici hátránya a játéknak. Artifektek, ugye ez az ötféle páncél. Character Development Items, ugyanis elvileg sokkal kevesebb XP-t kapsz a csatából, és az ilyen cuccokat lehet arra használni, hogy a karaktered szintjét növeld, főleg ezeket a könyveket, hogyha jól hiszem, a kalandozó jegyzet, tapasztalat és így tovább, meg itt talán ezeket, és gondolom később a szintlépéshez ilyen spéci tárgyakra is van szükség, nem tudom pontosan, de tök jó fej, mert egyébként elmondja, hogy mi merre meddig, itt vannak ugye a gyógyítóételek, a főzős vagy egyéb komponensek, gadgetem még nincs, aztán van fényképezőgép például, ezek quest itemek, itt volt az a kis, ez egy tévedésből nekem adott mesekönyv, abból van a kis cutscene videó itt ebben. Hát, olvassuk el a manuált. Fel vagy készülve a siklásra. Jó helyről indulsz. Figyelj a dolgokra. Nézd a közlekedést. Hát én még nem láttam senki más glide-olni. Tartsd meg az egyensúlyod. Ne így áll és glide-olj. Ja, ezek ilyen problémás dolgok, amiket csináltak, hogy nem szabad. A hárfázni próbált ugrás közben, és énekelni. És hát ugye az úszás, meg a glide-olás fogyassza a sztaminád, akkor lepotyogsz és megmukorodsz. Amit még egy kicsit sajnálok, bocsi, vannak ezek az általános NPC-k, és érdekes dolgokat tudnak mondani. Ezzel a barával szeretnék találkozni, mert valami nagyon jó zenész. És mivel a levegő isten rejtőzik, ezért örülnék annak, hogyha valahol ráakadhatnék. Egyszer találkoztam vele, amikor megpróbáltam megnyugtatni a sárkányt, de megzavartam, azért is jött ide mindenkit buzerálni. Úgyhogy ez nem volt jó ötlet a részemről. Oh yes! Na, és amilyen elemek vannak, meg területek a játékban, levegő, föld, tűz, víz, fagy, és a legújabb, amit behoztak, az pedig Ázia. Megmentettelek, ő a illegális fekete piachoz való kapcsolatom. Ó, ezképpen nem lehet kilépni. Igen, ez én vagyok. És én keresem a tesómat, de mivel 500 évig aludtam, ezért nem tudom. Ó, köszönöm szépen. Sőt, még itt is volt egy csillogás ennek a nagyon szép félkör alakú akárminek a szélén. Itt én gondoltam, megnézem micsoda, és itt végig kellett szaladnom rajta egész a másik végéig, és akkor kaptam megint jutalmat. Szóval a legváratlanabb helyeken futhattok bele dolgokba, és tényleg hemzsegnek benne a csinálható dolgok, meg küldetések. De ahogy láttam, annyira nem mindegyik kötelező, ami boldogság és öröm kicsirust a szívemnek. Na most, ahogy jönnek a új elkészített dolgok, sztori elemek, ilyen DLC formában, amit ingyenesen tölt le ugye a játék neked, úgy bővül a területe. Őben épp például szerelmes vagyok, mert jó neve van. Csak egy lő hiányzik a végéről. És ezek az elemek kölcsönhatásban vannak egymással, tehát a növényt fel lehet gyújtani, ha felgyújtasz valamit és utána hideget lősz rá, akkor, vagy nem, hogyha valami vizes, akkor meleget lősz, vagy tüzet lősz rá és vaporizálódik, a vizeseket jobban meg lehet rázni, ahogy láttátok, be tudom fagyasztani a vizet, azért figyelek egy kicsit arra, hogy mit mond. Katerin, de itt lát. Megpróbálom vele megismételtetni, amit hallottam. Tehát ezek az elemek furcsa kölcsönhatásban vannak egymással, elektromos fagyasztás az ilyen szuper charge-ot okoz, amikor villámok csapkodnak ki belőle, és mindenkit sebeznek a környéken, meg őt is. Pedig de. Tehát ezt is meg lehet tanulni, és akkor gyors karakterváltogatásokkal és power használattal extra sebzést lehet elérni, ami néha igen szükséges. De most lassan be fogom fejezni a magyarázatot, még megmutatom, milyen gombokat ismerek. Itt a gén, a tutoriálokat lehet megnézni, és ha megnézed a tutoriálokat, akkor ismét jutalmakat kapsz. A J betűn találhatóak a küldetések, különböző fajták, illetve az összes. Jeannek kell jelentenem. Oké, csináljuk ezt meg. Szóval ez a kis hölgy, ez furcsa dolgokat mond néha, amikor csatolálunk és figyelünk. Neked is szép napot. Igen, akarom. 10-es szintű lettem. Oh yeah. Nagyon följebb nem is szeretném vinni, mert már elég nehezen tudom lecsapkodni az ellenfeleket. És akkor tök jó, hogy onnan lejöttem, már legalább fölmegyek, de ugye, hogyha lustább az ember, akkor szépen fogja a torony tetején felfedezett bízbaszát, oda teleportál, nem annyira lassú a töltés, és akkor szépen levitorlázok oda, lehetőleg anélkül, hogy bezúznám a fejemet. Nem kell nyomba tartani a space-t, ez egy kicsit szokatlan volt. Az a Jean. A diplomatával beszélget a másik országból. Beszél valakivel. Ha, várjuk meg, amíg befejezés után köszönjünk rá. Igen. A Fatui, ami másik nemzet, többet nem tudok. Á, igen, ezt hallottam, hogy beszélnek. Az a sárkányügy és a barátjuk volt korábban. What's your point? I'd expect a more professional attitude from your diplomats. Yet here you are saying you want to put an end to one of the four winds of Mondstadt? Ugyanis ővé a negyedik templom, ezért a sárkányé és a négy szél védi az ő kis provinciájukat. I won't have any of this nonsense in front of the Knights of Favonius. Ezek a Favonius lovagjai a rendőrök. It's not as crazy as you make it sound. Fine. That's enough negotiation for today. At this stage, it's simply an amicable exchange of constructive opinions. Now, I'll be sure to make thorough notes. Yo. Kérem a jogsim. Oh, you're back. Thanks for your help. The elemental flow is finally stable. The aftermath of Storm Terror's last attack is finally settled for the moment. Kb. Úgy néztek ki, ilyen instanszor cuccok voltak, mint ahol láttátok, hogy benn voltam. However, the pressure from the delegation has become too big to be ignored. Nyomasztják a diplomatát. From Liyue Harbor or Nezuma City? Ő spanyol környéke, de valamilyen nem segít. Snezhnaya. They choose to follow the god of Cryo. Ah, ők a hidegisten hívei. The envoys go by a particular name, the Fatui. Heard of them? Na, szóval még a DLC-khez mondom, hogy illetve a bővítésekhez, hogy ingyen érkeznek, aránylag gyakran mindig járnak jutalommal, és egy hatalmas területet is adnak a játékhoz, nem csak új karaktereket. Meg mindig ugye ad hozzá, eddig legalábbis, hogyha jól tudom, egy új elemet. Ők nagyon híresek, és egy csillagképek is mászkálnak körülötte. Á, inkább hírhettek. Nem kéne megölni a sárkányt. A hideg isten mindig szerette volna megszerezni a szélisten erejét. Gond az az egyébként, olvastam ugye egy pár könyvet, még nem mindet, amit megszereztem, könyvtárból kivettem az összes könyvet. Szóval az volt a gond, hogy itt korábban ilyen zsarnokok éltek, és igyekezték betiltani a történelmet, hogy ne derüljön ki, hogy mondjuk az apja vagy a nagyapja miket csinált, és sok minden elveszett, de elvileg az istenek háborúztak egymással, meg akarták szerezni egymás képességét, és most béke van. Na, jogsi. Jaj, add már ide a jogsit. Jó, rendben. Mondstadt and Snezhnaya are considered the same in status. Mondstadt is independent and does not belong to any other nation. In fact, despite being referred to as a city, Mondstadt is a nation. Though, Snezhnaya's Fatui are known to be the most aggressive diplomats in Tibet. Makes sense given the tone of that woman just now. So rude. Tehát a hidegbirodalom hívei azok, ami nagyon katonásak lehetnek, többet még nem tudok róluk. Na, fitteljünk ide be. Egyébként ez a fazon, ez a szemkötős, ő az egyik főnöke ezeknek a lovagoknak, hát amint látjátok, igen. Na nézzük, jogsit akarok. Ezt én találtam, a sárkányból pottyant ki, amikor megzavartam a megbékítését. Na nézzük, a könyvtárosnő analizálja egy. Megnézi a szemeivel, szép zöldek, mint az enyém. Hibák vannak a kristályban, de... van korlátozott szekció és a könyvtárban. Oké. So I wouldn't go getting your hopes up. They're incredibly ancient texts, not to mention... Ouch! Gosh, that hurt! The impurities in the crystal... It hurts when I get close. I see. It appears to react to visions. Vision, ugye ez a mágia használatának képessége. The impurities and the elemental energy we embody repel each other. Taszítja a kettő dolog egymást. You have elemental abilities as well, but don't seem to be affected in the same way. I'm special. Anyway, the crystal would be better left in the hands of my cutie. It'll just be a pain if left with us, both literally and metaphorically. Fájna, hogyha magamnál tartanám, szó szerint és metaforikusan. Fascinating. Do you know anything about what makes you special? Nem erről a bolygóról származó. Ufó vagyok. I do not know what to make of it either. Well then, the Knights of Favonius have another favor to ask of you. Jaj, még egy kérés, ne repülni kelljen. Tiszteletbeli rendőr és hála. Honorary Knight of Favonius? Bizony. We ask for your continued assistance in finding some answers. Paimon nem lehetne ugyanilyen tiszteletbeli rendőr? Storm terrors rage and strange crystals. I know Mondstadt's peace hangs in the balance. May the wind open your eyes to the truth. Nyissa ki a szemed az igazságra, a szél. We'll meet back here if you find anything. Ez még káromkodásnak is elmegy. Lefektesse szemhíjadat a szél. Innen is kivettem már minden könyvet, amit lehet. Van egy érdekes térkép. Ott van egy nagy piros zászló oda tűzve, meg ott is. Ott meg egy zöld. Ezek mondjuk pont ott vannak, ahol a istenszobrok. Ha minden igaz. Tudok valami újat beszélni velük? You can visit whenever you need to look something up. Naturally, the library is free to access. Just don't forget to return books on time, or you'll make my job difficult. Semmi probléma, Ben vagy a partiba, kérlek. Nem úgy tűnik, hogy lehet velük újat beszélni, mondjuk még Jean-t. Ez az. Those people in strange uniforms are Fatui. They're here as delegates from Snezhnaya. Stay away from them. Having contact with them is dangerous, even for innocent travelers. Veszélyesek. Köszi. Várjunk csak a sárkánnyal, mit szeretnénk csinálni. Megváltozott a sárkány mérete és ereje. Ők a városban szolgálnak főleg. Ki akarja nyomozni? Majd írjátok már meg, hogy akarjátok-e, hogy lefordítsam. Vagy nyilvánvaló, hogy mindenki tud angolul, nem tudom igazán. Itt találkoztam az első láthatatlan fallal a játékba, de ezt még el tudom viselni. Köszi, téged is. Egyébként nem tudom, hogy érdemes-e sorozatot csinálni belőle, mert főleg össze-vissza kóricálok és nagyon élvezem. És van még valami Gonobő, amit nem mutattam meg nektek Gonobot. Nézzük csak így, saty. Hiszem az kell, nem a J, az ugye volt a küldetések, és hát szerintem a többi gomb nincsenek barátaim. Igen, ez az U betű. És elvileg M gombokra is csinál dolgokat. Egy Ciro Abyss magét le kéne vadásznom, és akkor ez itt nagyon bejönne. Lehet, hogy meg kell csinálnom, és ráadásul tudom is, hogy hol van. Egy ilyen Cyromage, F2 semmi, F3, ez a húzós oldal. Nézzük már meg, hogy kiket húztam én egyáltalán. Itt van Razor, aki szintén egy elektromos, és egy farkas szellem. Ja, és egyébként van olyan, hogy Friendship, ami nem tudom igazán, hogy fejleszthető. Lehet, hogy lesznek majd hozzájuk tartozó küldetések, és az lesz a módja. Tehát farkas. Nem ezt akartam. Ezt. Ő ért a farkasok között, már hallottam róluk. Nagyon ügyes. Ja, Barbarát kaptam meg, őt kerestem, ő az énekes. És ő a vízvágós, és neki van gyógyítása. Ez a talent. Mit tud? Sima attack. Vízzel összepacsmagolja az ellenséget, illetve területre pacsmagol. Jó. Mindenkit sebez a környéken, és vizes. Hogyha támad, akkor gyógyít mindenkit. Ha töltött módjával támad, akkor ezzel. Akkor 4-szer annyit gyógyít mindenkin. Az aktív karakter HP-ját is gyógyítja. Mindenkit összevizez. Oké? Bazi nagy mindenki hílelés. Jó, és... és dupla annyi ízét főz gyógyítókaját. Nagyon kellemesen hangzik. Nézzük őt. 4-szer támad. Egyfolytában pörgő támadás. Elektromos sebzéssel, karomtámadás előttem mindenkire. És minél többet ütök meg, annál gyorsabban regenerálódik a sztaminám. Nyomva tartom, összegyűjtöm, és egy kis elektromos vihar, és eltűnnek a szigilek. És annál nagyobbat fog sebezni. Ez érdekes, tehát ütögetek, illetve, varázsolgatok, és gyűlik az energia, és egyre jobb lesz tőle a stamina regenerálásom, illetve kisüthetem egy támadásban. Ez pedig a ultimate, erősöbbik mágikus képességem. Minden közelít megráz egyfolytában. Igen, elektroszicsíl, tehát ezt kell nyomkodnom mindig. Ő is üt velem együtt. Gyorsabban támadok, jobban ellenállok az elektromosságnak. Amikor besétálok elektromossággal föltöltött vízbe, az annyira nem fog hatni rám. És kevésbé tudnak beleszakítani. És hogyha marad még a skillből és vége a csatának, még tart, akkor visszaad sztaminát. Az a sztamina, a mágikus energia is. És ez... ez lehet, hogy ugyanaz mindenkinek a megfelelő elementhez, mert a másik elektromos karakternek neki is ugyanez a hatása. Csak itt rejtett erőnek nevezi, itt meg farkasfutásnak. Nézzük őt. Ja igen, ez a dupla kaja készítés, jó, ezt már, őt már néztem. Jó, hát még nehezebb lesz összerakni partit, gondoltam is, hogy milyen jó ötlet lenne bakker, hogyha ezt el lehetne menteni. Valamilyen az elbetűn van, parti összeállítás, és hát az a jó hírem van, hogy igen, el lehet menteni a parti összeállítást, tehát nem kell egyfolytában manuálisan cserélgetni őket, hogyha tudod, hogy ki tudnak jól együtt dolgozni, akkor egyszerűen csak beállítod. Általában a kis mágikus támadás hamar cooldown-nal, a nagy pedig nem. De neki mintha csak kicsi lenne. Nem, nem. Még tényleg nagyon új vagyok benne. Egy. Nézzük, mibe különbözik. Ja, semmiben, ő csak kicsit tud. Neki kicsi van. Vicces, mert itt például ez a kis lövés. Ez közelre területre ható villámcsapások, ez kis villámcsapás. Ez pedig... Aha. Erre mondjuk még akár kíváncsi is vagyok. Megnézem itt, mert sose voltam biztos, de az a gond, hogy ez az ultimate, a nagyon mágikus erő, az csak ütésekkel töltődik föl. És hát nekem meg nagyon nincsen ütésem. Hát én meg mit keresek ott? Szia! Velem szoktál lebegni, nem? Valamit nem mondtál el neki. Nem csak a sárkányt és a kristályt láttuk, igen. Először én szeretnék utána járni. Emlékszel rá, a zöld srác? Pont úgy nézett ki, mint ő! Na, megint egy kergetős misszió? Igen, látom. Mi volt, inkább utána mennénk. Igen. Igen. Na jó, a kedvedért. Mhm, mhm. Mhm. Mert nem elteleportált. Hol lehet Józsikám? A Storm Terror Crisis. Ez csak így össze-vissza rohangál, hogy idegesítsen? Igen, úgy tűnik. A végén be fog menni egy falba. Na. Mhm. Igen. Menjünk esetleg utána. Néha elvileg vannak benne időre menő küldetések, de úgy láttam nem túl gyakran és nem túl sok. Bemegy a templomba és szoborrá változik. Arra menjek? Mutatja a csillogás, hogy merre menjek ez. Hello! Na végre! Öröm téged látni. Mert például azt jelenti, hogy látok. Á, ő is egy bárd. Ő az a bárd, aki több száz éves zenéket énekel? A zenét azt kikapcsoltam, szóval képzeljétek el, plim 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 plim, a halál kamionja mindenkit elgázol. Ha szoborra mászol, akkor is elgázol. Na, próbáljuk. What is to be sown transpired in days of yore. When the divine archons still walked the earth. Divine archon cast his curious gaze on the world below, as he parted from the heavens that gave his birth. The dragon sought truth amongst common folk, but mortal trifles only fogged his mind. The wind-born bard strummed his strings dolce, and the holy liar answered his questions kind. The dragon was but a child, full of wonder, and soared the heavens free from care. The invited him to sing along, for he yearned to let all perceive him fair. Enchanting legends the bard and dragon were, but the tides of despair soon engulfed the land. The lion fang perished, and the falcon flag slept. As a vile dragon approached Mondstadt, he would all stand. Over the cathedral loomed death and his friends. Of the people's agony, the bards soon sang. The soaring dragon heeded his grave calls, and amidst the windstorms of brutal war sprang. Blood of venom sent the sky dragon into slumber. Only to awake to be expelled in abhor. És így kitaszították. Igen, láttam, hogy ez listájt betalálták. Miért utálnak engem ennyire? Aha. Ja, árfa nem válaszol. Sárkány nem örül. Ha meg van átkozva. És könnyezett egyet, és ezt találtam meg. Várjatok, ti vagytok a... Oh, that's right. You're the ones that scared Dvalin away. Ah, te ijesztetted el Dvalint, az a sárkány korábbi neve. Dvalin? Who's that? Sárkány korábbi neve. Huh? Oh, right. Most people seem to call him Storm Terror. Igen, viharterrornak hívják, mert annyira szeret. Why do you call him that? Are you two meant to be close or something? Ismertetek egymást, okos kis csaj. Oh, so close. Hey, so Paimon thinks this guy has a... Azt hiszem, hogy ez a srác dilis. Az hitem, csaj, fenébe. Elnézést is, te? I'm Venti the Bard. Venti a bárd vagyok. 3-szor győztem a legnépszerűbb rockstar Mondstadtban versenyen. Ki lőne? Given you recognize us, Paimon doesn't believe we need to explain any further. Most így felismertél, nem hiszek abban, őt mindig magát név szerint emlegeti, hogy magyarázatodban kéne. Persze, hogy a sárkányról van szó. Mutasd meg neki. A könny, de már nem piros. Legutóbb még tele volt tökéletlenséggel. Dvalin, ő sírt. Ennyire megérti a sárkányt, és a sztori pont arról szól, hogy egy bárd a sárkányal, és pont egy ilyen virág van a fején, amit a sárkány a kezébe tartott a legendákban. Janú zöld csávó. Annyira kedves gyerek volt. Meg tudom tisztítani? Persze, hogy meg tudom tisztítani, hogy ne tudnám megtisztítani. Te pedig nő vagy, vett tudomásul. Lám jó az UFO háznál. Vicces egyébként, mert az én karakteremre nem működnek a világ általános szabályai. Érdekes képességeit vannak. Jaj, ne énekelj rólam rockszámot. Ne, fúj, hagyjál már. Én szeretek ismeretlenségbe burkolózni és settengeni. Ne kezdd a híremet, már így is eléggé celeb vagyok, mert mindenki látta, hogy én kergettem el a sárkányt. Szerintem a te segítségeddel, mert a hang ismerős, ami szólt közben hozzám. Jaj, de jó, hogy nincs időd rá, köszönöm, ne írjál rólam zenét. A életenergiáját csökken a sárkánynak, elégeti majd magát a dühének lángjaibal. Mint rendőr, azt mondom, hogy a sárkányal együtt adjátok föl magatokat a rendőrségen. Nem, én is sajnálom valamit. Nagyon szívesen. Egyébként amennyire az Elden Ring undorító és depressziós, ez annyira vidám és szép, nem tudom, hogy mondtam el. Saját tervét követi. Milyen terveket? Csak versben tud beszélni szegénykém. De elvileg a szélisten lusta. Tudod, a barátja miatt. Barát? Mennem kell! Már megint hova futsz el? A hőséreg szimbólumához. De hát az én vagyok. Cső. Figyelnünk kell, istengyanús. Na, hát van bennünk valami közös. Embrace your weirdness. Ahogy tamadók voltak. Mit? Nem. Először léptem szintet könyvhasználat nélkül. Mi? Abszolút emlékezek az óriási fára, hiszen itt látszik a láthatáron. Nem. Menjünk Windrise-ra, abba az irányba. Valami egyéb lehetőség, a lustaság... igen. Van. Navigatje. Megbúrjuk egy kicsit a társaink szintjét, nézzük. Őt nagyon szeretem, mert udvarias, és mégis van nála egy akkora bunkó, hogy csak na. Tehát... ő... Flotty, és tovább flottyantva. Na, költsük, 4 szint. Oké. Flott. Áramvarázslóból most már 2 van, úgyhogy... ó, tényleg basszus, ők mind első szintűek, tehát level up. Alacsony szintről hamar tovább lehet lépni. A gyógyítókkal. Na, ő olyan szépen énekel, mint én. Na, de ezt költsük már bele, mert minek legyen belőle. Flocs, nagyszerű. Szóval ezeket az ember így kapja, amikor a questeket teljesítgeti. Várjunk csak 12. Mikor lesz olyan magas, mint a nővére? Veszek neked magas sarkút, akkor 14-es, 16-os, 12-es, 11-es, 13-as. Eddig az egyetlen tűz karakterem, úgyhogy őt följön visszük egy kicsit. Fogy. Ja. Őt már följebb vittem. Hideg. Ő elektromos, ő víz. Jó, akkor a hideghez adhatunk. Platy. Rendítsák. Ő 17, 16, 16, 11. Az én karakterem egyelőre ez az egyetlen levegővarázsló. És szerintem ő belé költöm a maradékot. Aztán meg meglátjuk. 16, 14, 16, 11, 17, 16, 16. Ez a 3 elég stabil. Szeretek egy ilyen míli verekedőset is vinni magammal, hát az ő szintjén sajnos nem tudtuk növelni. 16... 14 és 16. Ja, persze, és még az artifektekkel is rengeteget kell szarakodnom. Ezt már nem így fogom megcsinálni. Jóság. Oké. Szerintem mára ennyit. Kis játékbemutató és magyarázat volt. Így a kis karakterem képével búcsúzok tőletek. Szervusztok, minden jókat. Hogyha lájkolgatjátok ezt a videót, akkor csinálok róla még most már ilyen végigjátszásszerűséget, elmondva, mi történt. Ha nem, akkor visszatérek az Elden Ring depressziós környezetéhez, és erről a játékról soha többé nem láttok majd semmit, de remélem, hogy akinek tetszett, annak meg tudtam hozni a kedvét, most én és a karakterem is megyünk aludni. Csővász, Normál 69 voltam, legyen fasz a napotok! When the first wisp of wind brushed across the land, birds that yearned for the sky had wings, but no way to fly. They asked the animal god, "How can we reach the heavens?" To which the animal god replied, "You have yet to find that which is most important." As the god spoke, the wind thrust the seeds of a dandelion high into the sky. The birds thrust out their wings, but the breeze was all too mild, leaving them to stumble across the earth. So they went to the gorge, where the wind showed off its wild and incomparable strength. They threw themselves off the cliff and flapped their wings amongst the howling winds until they were able to fly freely in the sky. To the animal god they went to gleefully say, "We understand now. All we needed was a stronger wind to fly." In reply, the animal god said, "What you lacked was not wind, but courage. It is courage that has allowed you to become the first flying birds of this world." However, it looks like the only way we can catch up is if we glide. But there's a ton of enemies below. They'll definitely attack us after we take off. If we're gonna do this, we'll have to glide and defeat them in one fell swoop. You still had one stage to go in your exam, right? Yeah, but what's that got to do with anything? How about we make this the third and final stage of your... Are you sure that's how the exam is supposed to go? It's a custom version of the exam, designed by yours truly. Besides, the normal version of the exam wouldn't be fit for the hero of Mondstadt himself. So, what do you say? Woohoo! Good answer! Prepare for takeoff! Raptor awaits you once you defeat all these enemies. Then that gliding license is yours. I knew you'd be fine. All that's left now is to grab ourselves a raptor. Let's... in for a little shock. You've been a naughty boy. Is here. Leave the healing to me. I will not disappoint you. Hello, nice to meet you. My name is Xiangling. I'm a chef from Liyue. My favorite place is the chicken. I mean, the kitchen. Ta-da! Those are in place after all. You're in for a little shit. Leave it all to me. Freeze. Dodge this! What's the hurry? Looks like there's no way across. Ugh, he must be around here somewhere. Amber! Over there! If you insist on chasing me, so be it. Huh? Who brought the little girl? You must be Raptor! You can't escape! I don't need to escape. There's no way you can make it over here. Oh, it is pretty high. And quite far. Oh, little girl, why don't you run along home now and let your leader deal with this? Don't worry, I promise that once the Grandmaster gets here, I'll surrender immediately. Hey, watch it! You're talking to a Knights of Favonius outrider! You'll be sorry when I arrest you! You're right. Ugh, he's right there in front of us. If only we could glide across. So how did he get across? If it's too far to glide, it's definitely too far for anything like that. There's also no sign of an anchor point. Bye-bye, kiddo. Oh no, he's getting away! Ugh, we can't hesitate any longer. The only way to get across is to glide there. But... Don't worry, I'm the gliding champion of Mondstadt, remember? If Raptor can do it, I can do it too. Oi, Outrider! You have less chance of surviving this than jumping off the Animal God statue in Mondstadt without your wind glider. Haha! Paimon sees your point. If you rule out everything that's completely impossible, gliding is the only idea left. Remember that book I lent you? The one I thought was a gliding manual, but wasn't? The first birds couldn't fly. Flight was their reward for their courage to plunge into the canyon. Be my witness. Raptor says I'll never make it. But if you listen carefully... Wait! Stop! You'll never make it! Come on, off you go now. Back home like a good little girl. Raptor says I'll never make it. But if you listen carefully... The wind says I will make it, and that's good enough for me. Amber, no! You're gonna fall! You're gonna fall! It's a wind current! She's gliding! Amber's gliding! You're crazy, kid! You should have known about the wind current! There's no way you would have jumped otherwise! The wind takes care of those who have courage. Now sit still and await your arrest, like a good little boy. You're in for a little shock. Come a little closer. You're in for a little shock. Just you watch. Dodge this! All right, I got him! I only noticed the wind current from in the air, and it's the only one. It would be suicide to try and escape in the direction Raptor was going. In other words, the only way Raptor could have gotten out would be this way, past us. Aha! So he was just trying to fool us by acting smug, in the hope that we would just give up and leave. Little did he know, we're not so easily fooled. It was all thanks to your sharp thinking. Just like a wise man once said, once you eliminate the impossible, whatever remains, no matter how improbable, must be the truth. At the end of the day, gliding is 7 parts technique, 3 parts instinct, and then 90 parts courage. What you did now looked more like 99 parts courage. It was just like in my first gliding exam. I was super nervous, but in the end, there was nothing to be afraid of, and I passed no problem. I kinda missed that nervous rush in the exams I've done since then. It just wasn't the same. Sorry, Paimon thought you said you passed no problem. What do you mean exams since then? Well you see, the thing is, Mondstadt is all no glide zone this, no landing zone that. Every time I get my license, it keeps getting revoked. I must have taken the exam about 15 times altogether. But I always pass the first time. I guess my little gliding manual ain't so bad after all. Let's go and get a copy of the real gliding manual from Acting Grandmaster Jean sometime. I'll head off first because I need to escort Raptor back to the city. Once you're back in the city, don't forget to come find me at the cathedral. I'll issue your gliding license there. She just can't sit still, can she? Guess that's why she's the outrider. When this is all done and dusted, let's head to the cathedral in Mondstadt. Getting this gliding license has turned into quite the adventure.